Sok faluban nem érzékelték közvetlenül a szovjet tankok bevonulását 1956. november 4-én, azonban a geszterédiek igen, ahogyan a harckocsik Debrecen felé haladtak. A településen bár minden évben megemlékeznek a forradalom és szabadságharc nemzeti gyásznapján, eddig 56-os tárgyi emlék még nem volt Geszteréden. Most külügyminisztériumi forrásból Kolodkó Mihály ungvári szobrászművész készítette ezt az emléktáblát. Úgy gondoljuk, hogy egy kisebb falu is megérdemli azt, hogy a hősökre tudjon méltóan emlékezni. Még ez idáig nem volt Geszteréden. Valamikor régen mi úgy hallottuk az őseinktől, szüleinktől, hogy még beszélni sem nagyon lehetett erről az 56-os eseményekről, de itt azért csak átadták a szülők a gyerekiknek, hogy mi, hogy volt, és nem minden faluba, de itt Geszteréden is voltak megmozdulások, úgy áldozatai, hogy sok embert megkínoztak, megvertek, és a beszolgáltatások voltak a szegény világban, még az emberektől elvették azt is, azt a kevés terményt is, ami volt. Az ünnepségen Budai Gyula miniszteri biztos beszédében elhangzott, ezen a napon a szabadságot ünnepeljük, ez pedig a magyarok számára azt jelenti, hogy mi magunk dönthetünk arról, kikkel szeretnénk élni, nem pedig más ország kényszeríti ránk akaratát. Büszkén állok itt ma, mert a mai nap, november 4-e, nemzeti gyásznap. 61 évvel ezelőtt, 1956. november 4-én a szovjet csapatok ezen a napon indítottak támadást Magyarország ellen, Budapest ellen és a nagyvárosok ellen. Az a néhány ezer szabadságharcos és forradalmár az utolsó töltényig ellenállt, de a túlerő győzött. Emlékezni kell a harcokban elesett 2500 honfitársunkra, a sortüzek 350 áldozatára és a kommunista megtorlás 229 kivégzett mártírjára is, illetve a magyarok százezreire, akik elhagyták az országot 56 után, emelte ki beszédében a térség országgyűlési képviselője. Mi magyarok emlékezünk erre a napra tanúságképpen, mert ez ugyanolyan, mint június 4-e. A világ vezető hatalmai elvettek nemzetünktől valamit. Megcsonkították a magyarok lelkét akkor is, és november 4-én is. A kárpátaljai magyar fiatalok szintén kiálltak a forradalom mellett, és vállalták érte a megtorlást, emlékeztetett Bacskai József helyettes államtitkár Geszteréden. Tudjuk, hogy a forradalmat eltipró szovjet tankokat és a hadsereg egy részét éppen a Magyarországgal határos vidékről mozgósították, vetették be. És azt is tudjuk, hogy sok magyar forradalmárt Kárpátaljára hurcoltak, akkor persze cinikusan, nem voltak tekintettel az elválasztó határra, és nem zavarta őket az sem, hogy a transportot útlevél nélkül vitték külföldre. Kárpátalján tartották őket fogva, és az ungvári börtön falán a magyar mártírok emléktáblája ma már zarándok helyé vált. Az emlékezés virágait a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, Sesták Oszkár is elhelyezte a geszterédi emléktáblánál.